Cserszeg Tomaj polgármestere Elekes István méltatta a Dábibere Zalai Borlovagrend egykori nagymesteri posztját betöltő dr. Bakonyi Károly életét, munkásságát és szakmai tevékenységét a megemlékezésen. Azért a tudósét, aki megismertette szőlőfajtájával a település nevét szerte a világon. A világhírű szőlőfajtáról, a cserszegi fűszeresről elnevezett téren felidézték a szőlőnemesítő nemzetközi sikereit és a tudományos életben betöltő szerepét is. Bakonyi Károly lánya, Bakonyi Judit mutatta be a jelenlévőknek azt a kiadványt, amiben többek között a nemesítő szőlőfajtáiról és életútjáról is találhatóak írások, de Bakonyi Károly nyilatkozatait, kéziratait is olvashatja az olvasó. Bakonyi Judit köszönetet mondott Cserszeg Tomaj nagyközségnek azért, hogy minden évben megemlékeznek édesapjáról. Nagyon jó érzés, mert hát nagyon sok idő eltelt, a 10 év, de még mindig úgy érzem, hogy itt van velünk, és egy Károly nap, amit Cserszeg Tomajon is meg lett tartva, hát nagyon nagy öröm számomra, hogy nem csak életében, hanem halála után is ilyen kedves emlékműsort, emléknapot tartanak itt Cserszeg Tomajon, ahol tulajdonképpen élt és tevékenykedett. Uram Jézus, segíts meg, ezt a kis bolt írjuk meg. A Tátika Népdalkör műsora színesítette a megemlékezést. Bakonyi Károly fia László idézte fel a híres fűszeres 1960-as születését és édesapja elhivatottságát, aki 64 éven át járt a cserszegtomai kísérleti telepre, hogy dédelgetett fajtáinak kísérletével és nevelésével mindig előbbre jusson. Bakonyi László édesapjára így emlékezett. Érdekes módon tanított, tehát másoknak sokkal többet elmondott, mint a gyerekeknek, és nekünk sok mindenre rá kellett jönni. És van, amit most kezdek rájönni, tehát azokra az üzeneteire, hogy a jelenlegi helyzetbe is, hogy bármilyen helyzetbe került, mindig azt mondta, hogy ez is megoldódik, és én is talán ezt az üzenetét közvetíthetem, hogy ne féljetek, gondolkozzatok, minden jóra fordul, minden rendben lesz, és előbb-utóbb az volt. A szőlő szeretete, a szőlészet mélységes ismerete ösztönözte Bakonyi Károlyt a keresztezéses nemesítésre, de legfontosabb volt számára a hit, ami nap mint nap erőt adott a siker felé vezető úton, hangzott el a megemlékezésen.